Darazsakkal teli háztetőn végez írtást Molnár Dániel. A gázmester és kollégái egész évben folyamatosan dolgoznak hasonló munkákon az ország teljes területén. Azt mondja, egyre többen riasztják őket azzal, hogy szerintük ázsiai lódarázs jelent meg az otthonukban. Ennek viszont szinte nulla az esélye, mert bár az emberre is veszélyt jelentő rovar már megjelent Európában, nálunk ilyet még nem dokumentáltak. A Vespa velutina, ő a kisebbik méretű ázsiai lódarázs. Azt kell róla tudni, hogy ő 2011-ben jelent meg Franciaországban, valószínű valamilyen szállítmánnyal érkezett és terjedt el. Több mint valószínű, hogy egy darab anyát sikerült behozni, és itt ez alatt a 10 pár év alatt meghódította Európa nyugati részét, megjelent Olaszországban, Németországban, illetve Franciaországban. Felmérések szerint sokkal kisebb a károkozása, mint amire számítottak, tehát nem került több ember kórházba darázscsípés miatt azért, mert ő megjelent. Ráadásul az európai lódarástól valamivel kisebb is ez a rovar, és nem is olyan agresszív. A szakértő szerint arra gyakorlatilag semmi esély, hogy a hatalmas, akár 6 centisre megnövő óriás ázsiai lódarás megjelenjen idehaza. Magyarországon a kisebbik fajta ázsiai lódarás az megjelenhet idővel, az Alpok állja az útját, tehát nem tud áthatolni azon a hegyen, természetes úton, de behurcolása úgy, hogy Franciaországban megjelenhet itt is. Ugye most már az európai tranzitútvonalakon gond nélkül be tudjuk hurcolni, illetve az ázsiai óriás lódarázsnak a méretéből adódóan nem igazán tud megbújni semmilyen olyan szállítmányban, hogy azt ne vegyék észre. Amerikába tavaly előtt hurcoltak be belőle, az ottani rovarirtók meg tudták oldani a problémát, tehát azt a komplett kolóniát sikeresen kiirtották. Molnár Dániel azt mondja, amennyiben valaki mégis olyan rovarral találkozna az otthonában, amivel eddig még nem volt dolga, azonnal hívjon szakembert.